Az elmúlt három napban vízipólósok lepték el a zentai Fekete medencét. A 9. nemzetközi vízilabda tornán 8 csapat vett részt. Magyarországi és szlovákiai vendégei is voltak az idei tornának. A vasárnapi döntőben zentai Szentes együttesei csaptak össze az első helyért. A hazaiak nagyon jól kezdtek, már az első negyed végén 4 gólos előnnyel vezettek. A döntő végeredménye 12-5 lett a zentaiak javára. A szentesiek edzője sok fiatal játékost kipróbált a tornán, ezért nem csalódott az eredmény miatt. Olyan csapatot hoztam, akik most szoknak össze gyakorlatilag, és jó lehetőség nyílt arra, hogy együtt játszanak, együtt próbálgassák magukat, eredmény kényszer nélkül. Zenta és Szentes után a harmadik helyen Dunaújváros csapata végzett. A legjobb játékosokat is díjazták az eseményen. A torna gól királya a zentai Pataki Zsóka lett 21 találattal. A legjobb kapus a dunaújvárosi Sejben Viktória, a legjobb játékos pedig a szentesi Szabó Krisztina lett. Az első nap azért eléggé teljesítmény, az nem volt jó, de most a második nap, tegnap szombaton nagyon is összeszedetten is jól játszottunk. Tegnap meg is nyertük mind a két meccset, most próbáltuk ugyanazt a felállásra megcsinálni, de valahogy nem jött össze úgy, ahogy akartuk. A tornán a hagyományhoz híven az U14-es fiúk is szerepeltek. A hazai csapat mellett az idén 3 országból összesen 4 fiú és 4 női csapat érkezett a megmérettetésre. A Kassa Szlovákiából, Dunaújváros, Szentes és egy budapesti csapat, akikkel már régóta nagyon jó az együttműködésünk, tehát nagyon baráti hangulatban zajlott a torna, semmilyen úgymond incidens nem volt, tehát nem voltak verekedések, durva belemenések. Sajnos egyik hölgynek az orra betört, de hát ez a sportba ez majdnem, hogy kikerülhetetlen. A szervezők sajnálatára a szeptemberi U19-es Európa-bajnokság miatt az angol, a szlovák, a román és a szerb korosztályos válogatott lemondta a tornán való részvételt.